Sziasztok! Ez a 32. Uteoki Podcast. Jelentkezünk itt 2023-ban elvileg másodjára, ha jól tudom. És beszélünk egy pár meccsről, még itt a kupa előtt vagyunk, egy erdélyi túrán túl. Ketten vagyunk, mint mindig, itt az állandó beszélgetőtársam még Bence. Hello, sziasztok! Na, hát egy nappal vagyunk túl a turnén, erdélyi túrán, és gondoltuk, hogy összeülünk a Kupa Final Four előtt még, addig még lesz két meccs, ha minden igaz, de akkor hát még mielőtt itt rátérünk a meccsekre, ami az előző podcast óta volt, ami ugye a legelső, amit majd most kitárgyalunk, az a DAB UTE lesz. Egy pár ilyen színes hírek az újpesti csapat körül, ami az előző adás óta történt. Hát egy elég érdekes keretváltozás történt az átigazolási időszak napján, mert szerintem mi voltunk az egyetlen csapat bajnokságban, ahol az átigazolási időszakban kevesebben lettünk. Hát igen, reménykedtünk abban, hogy változik a keret, de nem ilyen irányban. Igen. Hát elég kellemetlen hír volt, hogy a Jordan Muzillo, kár volt megtanulni a jegynevét, de igen, Jordan Muzillo, ő két Erste Liga meccs és egy kupa meccs után családi okokból visszament az USA-ba. Jordan elhagyta Újpestet. Igen. Hát, mit szóltál ehhez? Hát ugye az első, ezt az előző adásban ki is beszéltük, hogy az előző meccs, vagy az első meccsén azt nem nyújtott maradandót, de ugye jetlag, meg minden, nem tudtuk ezért hibáztatni emlékeim szerint, és arról beszéltünk, hogy majd egy pár meccs múlva, amikor felveszi a ritmust, akkor nézzük meg, hogy mit tud. Hát ez elmarad. Én igazából azért voltam ez ügyben szomorú, hogy kevesebben lettünk, meg elment, mert hogy így létszámra kezdünk teljesen elfogyni, főleg, hogyha majd még itt tehát az erdélyi túrára is ugye közben jött még egy másik program, ami miatt még kevesebben voltunk, erről majd mindjárt beszélünk, de hogy konkrétan ugye nem lesz már új játékosunk, és 5 darab felnőtt korú védővel fogunk neki menni a rájátszásnak. Azért ez szerintem nem túl ideális. Uh-huh. És hát ugye itt azt olvashattuk az UTE Hokinek a Facebook oldalán, hogy átigazolási nap utolsó napján jelezte, hogy családi problémái adódtak. Nem akarom megkérdőjelezni, hogy ez ne lenne igaz, vagy bármi ilyesmi, mindenkinek történhetnek olyan családi problémái, amik ezt indokolják. Egyszerűen csak iszonyú szarul jött ez most ki. Igen. Tehát, hogy ez annyira idén kellett, hogy ez történjen, hogy tényleg, mi az, ami még idén nem történt meg? Hát még egy szaftos COVID még jöhet, Bence, ne szállj el. Mondjuk a playoff kvalifikáció legelső napján mondjuk. Nem. Jó, akkor legalább hamarabb véget ér ez a remek szezon. Amint, jó, persze, senkinek nem kívánjuk ezt. Tényleg csak a játékával szerintem egyelőre nem nyújtott maradandót, de létszámilag mindenképpen hiányozni fog, és ez furcsa egyébként, hogy védőként valóban nem nyújtott olyan nagyon látványosat, de hallod, csatárként sokkal hasznosabb volt. Hát igen, előrefele játékban. Kifejezetten igen. Jó támadásokat vezetett, meg ilyenek, jó lövéseket eresztett el, volt is egy gólpassz a kupa meccsen. Nagyon érdekes, tehát én nem is tudtam, nem is tudom, láttam-e ilyet, hogy ennyire nagy a kontraszt pozíció tekintetében. De igen, szóval most jött volna el szerintem így az erdélyi túra után az a pillanat, hogy azt mondjuk, hogy akkor ő most egy erősítés, vagy tényleg csak keret számilag, de hát nem fogjuk megtudni. Az a baj, hogy egyébként ez a családiok adó ász, ez annyira túl lett strapálva az előző évtizedben, hogy
az ember már alapból szkeptikus, és lehet, hogy egyébként tényleg, mit tudom én, családi tragédia történt, bármi megtörténhet, de hányszor láttunk ilyet, hogy családi okok, és aztán egy nem tudom, két nappal később szerződése lett egy más csapatnál, meg ilyenek. Na jó, hát mondjuk azért ez, tehát, hogy ennek a srácnak nem voltak annyira meggyőző statjai, hogy hirtelen megkeresték volna őt valahonnan, hogy most azonnal gyere ide tripla annyi pénzért, lehet, én ezt nem hiszem. Csak lehet, hogy egyszer nem érezte itt jól magát, vagy mit tudom, én nem tudom. Simán lehet, az is, én nem tudom, de bennem az is felmerült egyébként, hogy mint játékos, meg mint nem tudom, pár napja itt lévő srác nem is tudta feltétlenül, hogy 10-e az átigazolási határidő, tehát hogy nem minném, hogy ő direkt ki akart volna tolni a csapattal ez ügyben. Lehet, hogy ez most csak így alakult, de ez valami iszonyat szarul jött, és mert tényleg ilyen tényleg úgy olvastam, hogy jó, mi jöhet még, mert... Ja. Na, én még el is hiszem egyébként, hogy a klub tényleg próbálkozott hirtelen valakit szerezni, de hát érted, az átigazolási időszak utolsó napján ezt még el is hiszem, hogy ez egy nagy kihívás. Bár ott lett volna egyébként, mint Jolly Joker az Andersen Liga, mert például a zöldek onnan hozták el az ősújpesti turbocot, és nem tudom elhinni, hogyha mondjuk egy tényleg tehetséges védőt egy jobb Andersen ligás csapatból felhívunk, akkor azt mondja, hogy nem. Hát ráadásul a Turbuc, ha jól olvastam, akkor ilyen kettős igen. Játékengedélye, vagy kölcsönbe, vagy valahogy így ment, tehát hogy játszik itt is, meg ott is. Nem is tudtam, hogy ilyen lehetséges egyáltalán. De... igen, még én sem hallottam róla, de... Amíg nem is volt még olyan helyzet, érdekes. Hogy két liga volt. Hát érdekes akkor is, de igen, valamiért itt, hogy mondjam, az ilyen ex-újpestiekre nálunk nincsen szükség. De tudod, mi az érdekes amúgy, hogy oké, most akkor nincs a Muzilló, de nem jött helyette vissza mondjuk a Ritec. Tehát úgy mentünk el Erdélybe, hogy nem volt ott a Ritec. Lehet, hogy addigra már elindultak, nem tudom, ez hogy zajlott. Lehet. Tehát mondjuk nem hiszem, hogy a határnál jelentette volna be a Muzilló, de jó. Hát nem tudom, mert 11-én, ha jól emlékszem, akkor ott még edzettek egy-egy Gyergyóban a meccs előtti napon, volt egy ilyen kép a Facebook oldalon, és 10-e volt ugye a határidő, tehát lehet, hogy akkor már, nem tudom, nem tudom. Jó. Jó, hát mindegy, ennyien fogunk neki menni ennek a rájátszásnak, vagy először a rájátszás kvalifikációnak, de hát ez van, ebből kell főzni. Ja. Most már a másik ilyen színes hír, amire szerintem áttérhetünk, az pedig ez a Universiade, ha jól mondom, ami ugye most került megrendezésre, mi alatt a csapatunk Erdélyben volt, és hát ezen két játékosunk is részt vett, egyrészt a Sági Máté, ugye a kapusunk, másrészt pedig a Kovács Sebestyén, és hát így ők sem tudtak utazni a kerettel Erdélybe, úgyhogy még kevesebben voltunk. Mi ez a csapat amúgy? Tehát én ezt sosem értettem, mert ilyen egyetemi játékosos válogatott, ez már korábban is volt, de sosem értettem ennek a koncepcióját. Tehát ezek mind olyan játékosok, akik még hoki mellett egyetemre mennek, vagy mi ez? Én nem tudom, és ez az egész univerzia, de nem tudom. Tehát szoktam követni, azt gondolom, hogy a híreket, és hogy ez január elején így a semmibe jött, hogy mégiscsak utazhatunk az Universiadére, és akkor így néztem, hogy de miért, és persze egy csomó hazai csapatból volt még ugyanígy játékos válogatott, akik ugyanúgy játszottak meccseket, csak nálunk azért ez a
ez a két fő is elég érzékenyen érintheti a csapatot, hogyha ilyen kevesen vagyunk. És ráadásul én csak az egyik eredményre néztem rá, hogy a kazahoktól valami 9-1-re kaptunk ki, vagy valami ilyesmi. Tehát én nem tudom, hogy mennyi sportértéke van ennek az egésznek. Nem néztem a többi meccset, lehet, hogy ott fantasztikus győzelmeket arattunk, de most nézve Szlovákia, Magyarország 4-0. Oké. Hát csak nem tudom hova tenni, hogy ezek milyen csapatok, milyen erősségű ellenfelekkel játszunk itt. Tehát én nem tudom, hogy ennek mi értelme van. Ez se nem egy U21-es csapat, se nem egy, nem tudom. Igen. Fura. Én emlékszem, hogy régen volt egy olyan, hogy az akkor már amúgy elég sok ideje visszavonult Ágoston Olivér, az ex-kapusunk ment el egy ilyennel. És akkor hirtelen reaktiválta magát, és ott volt ebben az egyetemi válogatottban, mint cserekapus, vagy mi. Tehát én tényleg nagyon csodálkozom, hogy mi ez az egész, mert most ennyi erővel akkor lehetne egy, nem tudom én, válogatott csapat, nem tudom én, kontaktlencsésekből, vagy én nem tudom, vagy barkezesekből, vagy nem tudom, mi értelme van. Mindegy. Nem tudom én. Nekik biztos jó buli egyébként, ott van Lake Placidben, tehát biztos egy jó kis túra, de tényleg, ahogy mondtad, is sportértékileg nem tudom, ennek túl sok értelme van-e. Hát a Lake Placid az még lehet, hogy jó kis buli a 9-1, már gondolom kevésbé, de nem láttuk a meccseket, jó, szóval. Jó, nem is a kazahok ellen kell kifejezetten egy szinten lennünk, de ja. Jó, hát reméljük a srácaink azért annyi tapasztalata jönnek vissza, hogy innentől kezdve Sebestyén vágja a gólokat ezerrel, és a Máté shutoutozik, de azt hiszem kapus poszton már a Monostori is annyit volt a jégen, hogy azért ő egy jó csere opció a Rajna Miki mögött, ezt láthattuk is legutóbb. Ja, úgyhogy akkor. Ja, meg még annyi színes híreknél, hogy a Kupa Final Four-ra már kapni a jegyeket. Így van, hát előzetesen 2000, hát nem tudom, hogy már elfogyott az első 100 darab, mert ugye az újpesti hoki csapat Facebook oldalán van egy ilyen kuponkód, amivel 400 forinttal olcsóbban tudjátok megvenni a jegyeket. Anélkül pedig 2700, illetve 2300 forintba kerülnek a jegyek. Összesen három szektort kaptunk, ahogy a fehérváriak is. Érdekes, de egyelőre még ez a három szektor sem telt meg, úgyhogy hajrá, vegyétek meg ezeket a jegyeket. A döntőre meg a bronzmeccsre még nem lehet kapni, viszont az elődöntőkre csak online lesz jegyértékesítés, úgyhogy bízom benne, hogy azért ez a három szektor megterik, mert illene, akármilyen szezonunk is van. Hát hogyne. A Balánnál sem fogyott még el, vagy? Nem, hát ott még mondjuk egy szektor összesen. Aha. Üresen van, nálunk mondjuk másfél. Aha. De mondjuk a másik elődöntőhöz képest jól állunk. Fogyott jegyek alapján. Jó. Ja, úgyhogy benne lesz a linkben, vagy a leírásban a link, és akkor ott meg tudjátok venni a szokásos eventimes felületen keresztül a jegyet. Ja, és nincs kezelési költséges felár, úgyhogy legalább ezt megúsztuk. Érdekes lesz a Fradi B-szektorában lenni majd, de majd igen. Ott hagyjuk az illatmintánkat, vagy valami. Igen. Jó. Akkor vegyétek meg a jegyeket, biztosan egy olyan élmény lesz, hogy hát jó, oké, a Volán ellen nem mi vagyunk a favoritok, de mégiscsak eljutottunk ide, úgyhogy becsüljük meg. Jó, menjünk a meccsekre, vagy van még valami, amit... Szerintem rátérhetünk a meccsekre. Jó, akkor kezdjük a legelső meccsünkkel, a Dunaújváros-Újpest mérkőzéssel, ami... Hát úgy indultunk neki, hogy a Dunaújváros akkor valami 13 meccses nyeretlenségi szériában volt,
Így De van. hát ezt tudjuk, hogy ez semmit nem jelent, mert a titánok is így voltak a szezon elején, hogy abszolút nulla ponttal, aztán hát tudjuk, mi lett a vége, és ezt előszeretettel, hát hogy mondjam, kedveskedünk az ilyen rossz paszban lévő csapatoknak, és hát ki is kaptunk itt 4-2-re. Egy rendkívül frusztráló meccsélmény volt, ha talán nem is annyira borzalmas, mint a legelső dunajvárosi meccs ebben a szezonban, ami 7-4 lett, azt hiszem, hogy valahogy így. Igen, igen. De... Hát eddig előtte háromszor játszottunk velük, és abból kétszer kikaptunk, szóval tulajdonképpen az volt a tétje ennek, hogy itt a Dunajváros elleni összevetésben legalább döntetlenre kihozzuk az Hát és egészet. még az edzőmeccseknél is kikaptunk egyszer, úgyhogy... Jó. Ja. Jó, hát a Daba egy mumus, ami azért lesz elég rossz, mert hát úgy kb. 95% hogy velük fogunk majd playoff kvalifikálni. Legalább otthoni előnnyel, de hát igen, emlékszünk a két hazai meccsünkre is a Daba ellen. Az egyik a szezon egyik legrosszabb mérkőzése volt, utána egy ilyen elég őrült találkozó kerekedett ki belőle. De ott legalább nyertünk. Jó. Hát ezen a meccsen a Monostori védett. Ez egy kisebb fajta meglepetés volt. Tehát itt a Rajnával ugye itt voltak ilyen problémák. Agyrázkodás gyanú volt itt még talán. Igen. Igen, de itt a Monostori volt, és a második számú kapusunk pedig a Papáron volt. Uh-huh. Úgyhogy hát igen, ezt a Monostori védte végig, és... Én szerintem akkor itt is elmondom az Erste Liga csapatpontot, amit az előző adásban is. Itt a hazaiaknak, ugye a dunajvárosi acélvikáknak 46 és feles pontjuk volt, míg nekünk 31,2. Mi is a pont határ? Tomi mindig megkérdezem, 48, vagy mennyi? 52 vagy 56, azt hiszem, mindjárt megkeresem, de valami ilyesmi. Szóval... Uh-huh. Azért bőven erősebb volt. Tehát ha csak ezt nézzük, akkor papírforma eredmény született. Ja. De, hát tele vannak légióssal, tehát ezt hozzá kell tennie. Igen, de azért ez iszonyat frusztráló, és egy borzasztó választás volt péntek esti programnak, hogy ezt nézzük meg. Ó, igen. Hát és az első harmad még 0-0 volt, de ott is gyakorlatilag a Monostori tartott minket a meccsben, mert hát finoman szólva jobban játszottak nálunk. Hát, de aztán a Monostori is sajnos egy elég nagyot potyázott, tehát itt a Rajna iskolát elvégezte, és neki állt bűvészkedni a kapu mögött, ami most igencsak megbosszulta magát. Hát igen, de ennek ellenére azért én nem barnám ezt a vereséget az őnyekre, nem. Sokszor ő tartott minket meccsben. Abszolút, csak ezt is hozzá kell tenni, hogy ja, én nagyon nem szeretem, amikor tényleg ott nekiállnak kockáztatni a szuper tökéletes passzért ott kívánnak. Ki kell lőni ilyenkor a francba, minél messzebbre, hogy még visszaérjél. Hát most lefülelték a korongot, úgyhogy... Igen. Hát előtte még a Németh Attilának volt egy ilyen Németh Attilás gólja. Igen. Amikor a lecsorgót csak be kellett pofoznia. Ja. Ez megy neki mostanság. Az Erdélyben is lőtt egy ilyet. Igen. Nem tudom, tényleg egy ilyen katasztrófa volt ez a mérkőzés. Nagyon szar volt nézni. A végén ez... Tehát a végén kezdtünk el megint játszani, megint adtunk több gólnyi előnyt az ellenfélnek. Igen. Tehát, ez a több gól előnyt adunk az ellenfélnek, ez meg elő fog kerülni ebben a mai adásunkban. Valahogy mindig akkor mutatjuk meg, hogy tudunk játszani, meg akkor kezdünk el játszani, amikor már ég a ház. És ez nem fér bele. Ez nem fér bele egyrészt úgy, hogy közben közel 50 lövést engedünk az ellenfélnek, másrészt meg mi ilyen egyszámjegyűeket lövünk kapura minden egyes harmadban. Igen. És emellé egyébként, hogy ilyen keveset lövünk kapura, emellé megnéztem, hogy a gólok és lövések
statisztikájában a harmadik legrosszabbak vagyunk az egész ligában. Tehát nem elég, hogy keveset lövünk kapura, hanem azt még kevés százalékban értékesítjük is. Uh-huh. Úgyhogy... Én nagyon bosszus voltam ezután a meccs után, mert egyrészt az, hogy tényleg a titánok is ellenünk törték meg a veretlen, vagy a vereség sorozatukat, meg a dab is, ez iszonyat frusztráló. Így van. És ezek mondjuk értékes pontok, mert így abszolút az esély sem maradt már meg, hogy felmenjünk hetedik helyre, hogy esetleg ne a dab ellen kelljen játszani. Igen. Hát igen, ahogy mondtad, a harmadik harmadban pörögtünk fel egy kicsit, de hát ott már tekintélyes előnye volt a dabnak. Még ki is bővítették a harmadik harmadban, aztán a Shirley a utolsó előtti percben még értékesített egy helyzetet, de igen. Nem, ez nagyon, nagyon nem volt jó meccsélmény. Hát nem, úgyhogy nem tudok mit hozzáfűzni. Igazából ez nem ez megint nem az a csapat volt, amit látni akartunk. És itt, tehát ugye itt a meccs előtt úgy álltunk, hogy idegenben a 13 meccsen szereztünk előtte 3 pontot, vagy bocsánat, 12 meccsen szereztünk előtte 3 pontot, tehát iszonyat szarul álltunk idegenben, és hát hiszen azóta se sikerült sokat javítani. Tehát az oké, hogy itt a Virág Csaba elmondta utána, hogy ó, hát egy kicsit más arcunkat mutatjuk hazai pályán, mint idegenben, de könyörgöm. Ez egészen botrányos, hogy 3 pontunk van idegenben. Pedig ide a DAB-hoz mindenki nyerni jár. Hát többnyire. Hát mi is évekig oda-vissza vertük őket. Hát idén ez nagyot fordult. Igen. Jó, de hát nem gondoltuk volna, de ez még sikerült alulmulni a következő hazai meccsen ráadásul. A tévés mérkőzésen az Újpest-Debrecen mérkőzésről van szó, ahol hát szintén kikaptunk, azt hiszem 5-2-re, ugye? Így van. 5-2-ja. Hűha! Hát ezt nagyon nem volt jó nézni, mert ugye a Debrecent mi örökké szeretjük kicsit lenézni, meg minden, de az, hogy én nem emlékszem, hogy valaha is hazai pályán ellenük ilyen esélytelnek lettünk volna. Tehát az a támadójáték, amit itt mutattak velünk szemben, az egészen elképesztő volt, és nem tudtunk velük egyszerűen semmit kezdeni. Hát itt a közvetítésben, mert én ezt itthonról néztem a tévén keresztül, itt el is mondták, hogy a Debrecen azért nem sokszor, talán harmadszorra nyert nálunk itt Újpesten, tehát amióta gondolom Deacként játszanak, de hogy azért ide nem nyerni jár a Deac, és tényleg annyira, tehát így, mintha teljesen esélytelenek lettünk volna, ez nagyjából úgy tűnt itt az egész meccset figyelembe véve. És hát ha valaki csak az eredményt nézi, akkor a második harmadban még azt is gondolhatja, hogy na hát ez egy kiegyenlített mérkőzés, mert tényleg, hát mondhatni a semmiből visszajöttünk 2-2-re. A Shirley-nek a gólja, ami egyébként a 7 gólja lett, az egy szép kidolgozott akció volt, szép egyéni teljesítmény, egy jó palánkos passz után, de az nagyon-nagyon a semmiből jött, és én abban bíztam, hogy oké, megint teljesen passzívak voltunk két harmadon át, majd a harmadik harmadban megmutatjuk, hogy tudjuk mi ezt másképp is, de nagyon nem. Tehát ott a Debrecen kapcsolt rá, és hát lemosta velünk a padlót, vagy felmosta, vagy a jeget, vagy én nem tudom, milyen szimbolizmus kell itt elővenni, de egészen elképesztő különbség volt. Tehát ezt most úgy kell elképzelni, most nézem egyébként a kapralövések számát, 30-44 a Debrecen javára,
De ezt a 44-et úgy képzeljétek el, aki esetleg nem látta volna, hogy hát most mit mondjak? A 44-ből legalább 25 egy óriási zicser volt. Tehát itt simán, még csak nagy szerencse sem kellett volna hozzá, két számjegyű különbség is lehetett volna a csapatok között. Egész egyszerűen ez az ilyenfajta mérkőzés az, amikor általában a hokiista megbünteti a nagy fölényű csapatot, és kikap valami csoda folytán, de ez ma nem történt meg. De ezt az ajándékot egyszerűen nem sikerült kihasználni, hogy ők képtelnek voltak, vagy a egyébként remekül védő ságén buktak el, vagy ők bénázták el, de elképesztő mennyiségű nagy helyzetük volt. Tehát sorra, perceken belül újabb meg újabb ilyen giga helyzet, rossz volt nézni az egészet, tehát nem voltunk egész egyszerűen versenyképesek egy Debrecen ellen. Igen, ráadásul ha csak valaki az összefoglalót nézi meg, abból is átjön az, ami az egész meccsen látható volt, hogy sokkal gyorsabbak voltak, a semleges harmadot az pár passzból ki tudták játszani, tehát simán be tudták hozni a korongot a harmadunkba, és nagyon, nagyon szar volt nézni ezt az egészet, mert ilyen, majdhogy nem ilyen osztálykülönbség színvonalú volt a meccs szerintem. És akkor itt most idéznék egyet. Szerintem az eredmény nem tükrözi azt, ami valójában történt. Megvoltak az ittszereink, abszolút gólhelyzetek voltak, sokat dolgoztuk a hátrány ledolgozásáért, de a záróharmadban nem tudtuk feljebb kapcsolni az iramot. Nát! Igen. Ja, abban igaza van, hogy... Virág Csaba mondta, ugye vezetőedzőnk a mérkőzés után, a végével én még egyet tudok érteni, nem tudtuk feljebb kapcsolni az iramot. Én még azzal is egyetértek, hogy az eredmény nem tükrözi azt, ami valójában történt, mert akkor sokkal nagyobb különbség kéne, hogy legyen. Tehát ez nem egy három gól különbséges meccs volt, akármennyire fáj ezt mondani, de itt tényleg nagyon-nagyon örülhetünk, hogy tényleg csak 5-2 lett a vége, mert olyan támadó potenciált, amit láttam a Debrecentől, ez elképesztő volt. Tehát ilyet a Gyergyótól nem láttam itt Újpesten. Hát igen. Igen. De ezt nem értem egyébként, azt mondnál meg nekem, hogy miért van az, hogy a Virág Csaba így a meccsek után ennyire szürreálisan nyilatkozik helyenként, máskor meg bűnrossz meccsek után teljesen kimondja a frankót. Emlékszem ugye a debreceni meccse ellen a legelsőre, ahol ugye azt mondta, hogy a nézők helyében visszakövetelni a pénzt, vagy volt ez a híres dumája, hogy vállalhatatlan, meg ebben a mezben nem lehet, stb. Stb. És azok tényleg olyan meccsek voltak, hogy azt mondtam, hogy oké, legalább kimondja a frankót, mert ugyanazt látta, mint mi. Ezen a meccsen mi a fenét látott? És ez már párszor előfordult a szezon során, hogy egészen hajmeresztőt nyilatkozik. Hát ötletem sincs, mert tehát ahogy néztem a közvetítést, ugye ott hallgatom a kommentátorokat, és azért ott sem az volt az érzés, hogy ők úgy látták volna, hogy ez egy kiegyenlített mérkőzés. Én tényleg nem tudom ezt megmagyarázni, gondolom, lehet, hogy nem tenne jót, hogyha még itt is lecseszni az egész csapatot nyilvánosságra, tehát, hogy ezt megteszi az öltözőben, én nem tudom. De igen, ez fura, hogy helyenként kimondja azt, ami, tehát megmondja a frankót, helyenként megy ez a maszatolás. Amit ugye ez nem is maszatolás, mert ez nem az energiaszint, meg a karaktermutatás, meg ilyen dolgokról beszél, hanem ez a, mintha konkrétan másik meccset nézett volna. Mert van a Debrecen, a dunaújvárosi edző, az a finn Manus, az például könyörtelenül megmondja minden alkalommal a fájdalmas mondatokat, ha úgy érzi, hogy ez most tényleg egy ilyen meccs volt. Nekem ez sokkal szimpatikusabb lenne, hogy akkor igen, észlelik a problémát, ezt meg ezt próbáljuk ez ellen tenni, de azt, hogy
az eredmény nem tükrözi azt, ami valójában történt, hát ne. Tehát ez volt a kegyelem döfés az egésznek a végén. Hát, igen. Nem értettem, hogy itt is mi történik. Egyszerűen azt érzem idén a csapatunkon, hogy kimegy az ember a meccsre, és nem lehet tudni, hogy a csapat melyik harmadban melyik arcát mutatja meg. Igen. Mert tulajdonképpen nem is, most így hirtelen nem is jut eszembe olyan meccs, ahol három harmadon keresztül azt tudtuk volna nyújtani, amire képesek vagyunk. Hát volt egy pár, a Gyergyós meccs a hazai. De... Ja, Gyergyós, igazad van, az a 3-0 talán. De akkor is elenyésző, és én azt gondolom, hogy ez nem idei probléma, tehát, hogy tavaly is előjött ez egy csomószor, hogy nem feltétlenül tudtuk konstans ugyanazt a teljesítményt nyújtani. De ott legalább akkor... nem kaptuk gólokat, és nem úszott el a meccsre. Ott legalább nevezzük szerencsének, vagy akárminek, de ott valahogy azért ezeket megoldottuk. De tehát idén egyszerűen ilyen gyomorgörcsön megy ki az ember, hogy na, most vajon melyik arcával fog kikorizni a csapat, és én azt gondolom, hogy ilyen nagy kilengést a harmadok között, vagy a meccsek között, mint amit most produkáltunk például, nem tudom, Erdélyben, majd az egyik meccsen, vagy nem tudom, amit itt a Deac meg a Dab ellen jégre tettünk, ez nem megengedhető. Mint, hogyha... hát itt valami nagyon komoly probléma van, és lehet, hogy ebben a podcastben is, meg minden egyéb felületen örömködünk annak, hogy bejutottunk a Magyar Kupa Final Four-ba, meg minden, mert hát ilyen a szurkoló, hogyha valami jó történik, akkor annak örül, de azért itt a problémák, azok még bőven nincsenek megoldva, se nem egy győzelemmel, vagy két-három győzelemmel, se nem a Final Four-ba jutással. Tehát itt ezek a problémák ugyanúgy léteznek, és ezekre ugyanúgy megoldást kellene találni. Igen. Csak egyszerűen mi is jobban szeretünk már nem a rohadtsuk vereségről beszélni, hanem egy kicsit jobban beleélni magunkat, hogy végre, nem tudom, bent járunk a Final Four-ban, ahol 5 éve nem jártunk, és kicsit ezen örömködni. De ettől függetlenül ezek a problémák, ezek ugyanígy itt vannak, és borzasztó ezekkel együtt élni, mert hát nem tudom, hogyha valaki megnézte ezt az Utedeac meccset, és egy kicsit szimpatizál az Újpesttel, hát nem tudom, hogy kedvet kapott el ahhoz, hogy kijöjjön a jégcsarnokból legközelebb, de van egy tippem, hogy nem. Uh-huh. Igen, tényleg, mintha lenne egy nagy szerencsekerék, és minden harmad előtt megpörgetik, hogy na, akkor most hogy játszunk. Kicsit olyan, hogy tényleg nincs semmi olyan alap, amiben biztos lehetsz, hogy na, ez most nagy valószínűséggel úgy lesz, mint legutóbb. Tehát itt az tavalyi szezonban ezek szerint nagyon el voltunk kényeztetve. Erre csak így utólag jövünk rá amúgy, hogy... Hát, jókor indítottuk a podcastet. Igen. Hát, az első évad, az kurva jó volt. A védelemre mennyire lehetett számítani, akár kapus posztilag, akár tényleg a bekek terén. Hát idén már jóval sérülékenyebb az egész. De ez az egész szerintem egy tök összetett dolog, tehát hogy a Rajna szerintem azért nem tud idén, vagy a Ságival is ide vehetjük, tehát a kapusaink inkább úgy mondom, akkor azért nem tudnak kiemelkedőt nyújtani, mert a védelem az nem muzsikál úgy idén, mint ahogy kellene, és ebben lehet, hogy benne van a csatároknak és a védekező teljesítménye, nem tudom, de én a létszámhiánynak, vagy hogy mondjam, az alacsony létszámnak, annak... tehát azt nagy hibának tartom, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok jégidőt kapnak a védőink, hiszen van, hogy csak 5-en vannak, és az, hogy minden második cserében ők, vagy ugyanaz jön vissza, azért ez kivesz az emberből, és én azt gondolom, hogy például a Phil-nek is a sok kiállítás percében az van benne, hogy ő nem, tehát hogy a többi jégidő, oké, ez valamennyire hozzá is tartozik, de azért nem ilyen arányban. Tehát én annak ellenére, hogy az idei az azt hiszem, te mondtad így privátban, hogy a legpont erősebb szezonja lehet, annak ellenére azért őt
sokkal többször látom hibázni idén, és szerintem azért, mert egyszerűen túl van terhelve, vagy legalábbis én így érzem. Mert persze. korábban, amikor jól játszott, akkor nem kapott szerepet például előnyös, meg hátrányos sorokban, most meg igen, mert egyszerűen nincsen más. Igen. És én leginkább erre vezetem vissza, az, hogy miért nem lövünk, meg miért nincs elég kapura lövésünk, azt nem tudom, de az, hogy most már itt sokadjára lövünk sok gólt, tehát ilyen 3-4-5 gólokat, és ezzel se tudunk pontot szerezni, ez meg játékosként is kibaszott frusztráló lehet. Tehát, hogy ez biztos nagyon szar érzés. Hát, hogy ne. Ja. De szerintem ez egy nagyon összetett probléma, de én itt a leg alapabb dolognak tényleg a létszámot mondanám. Igen. Hát ezt jósoltuk már a szezon indításnál is, hogy kevés lesz. Jó, hát persze kívülről mindig egyszerű belepofázni, de hogy mondjam, nem véletlen, hogy azért a csapatok döntő többsége 4 teljes sorral igyekszik nekiindulni a szezonnak. Hát igen, de érted, erre is már elmondtuk számtalanszor, ott van az akadémia, ott vannak a Simon Petik, a Nádasik, a Maximok, nem tudom. Tehát, hogy hát idén vannak használva. Akikhez lehet nyúlni, és akiket lehetne folyamatosan játszatni, hogyha nincsen elég ember. Na jó. És oké, nyúlunk is hozzájuk, de szerintem inkább a kényszer szüli, mint az, hogy... Tehát, hogy ezt tavaly láttuk, hogy amikor nem volt muszáj, akkor nem nyúltunk hozzájuk. Hát idén azért van változás, nem csak amiatt, mert tényleg kevesen is vagyunk, én úgy érzem, hogy idén azért szerintem alapból több játék lehetőséget kapnak, de igen, szóval hát nehéz, ugye ez nehéz. Egyébként, ha már Simon szóba hoztad, akkor ő itt tért vissza Újpestre, erre a csodás mérkőzésre, biztos nagyon élvezte, hogy hát a nagy fehérvári, én nem is tudom, minek nevezzem ezt, a mesterkurzus után visszahívtuk. Hát, vagy visszajött, vagy nem tudom. Hát, Lilában játszik újra, ennyi biztos. Öt mérkőzése volt a FEHA 19-nél. Egy gólpassz. Talán még kupában is, mintha lett volna, de nem tudom. Ja, hát most Újpesten van már 6 meccse és 1 gólja, tehát nem tudom, ennek az egésznek túl sok értelme volt-e, de mindesetre örülünk, hogy visszatért, be is talált az erdélyi túrán, úgyhogy legalább e szempontból visszakaptunk egy tehetséget. Ja, akkor menjünk a... Szerintem mehetünk is az Erdélyre, ahol az első meccsünk a Gyergyó Ute mérkőzés volt. Amihez újra szóba hoznám egy kicsit a pontszámokat, mert megnéztem, 56 a maximum pontszám, és igen, tehát az előbb azt elmondtam, hogy a DAB, ők ellenünk 46 és feles pontszámmal álltak ki. A Debrecen ők 44,2-vel. Na és most figyelj, hogy ezekhez képest a Gyergyónak a pontszám az ellenünk lévő meccsen 44,6. Tehát, hogy tulajdonképpen pontszámilag a Gyergyónak a kerete itt ugyanolyan erős volt, mint a másik két csapaté. Azért ez fura szerintem, mert... Hát ott azt hiszem voltak sérült légiósaik, azt hiszem valami ilyesmit mondott, meg hát Didiomet is el volt tiltva a szokásos cirkusza után. Ja, hát ez egy nagyon-nagyon élvezetes meccs volt, annak ellenére, hogy kikaptunk, de 1-0-ra kaptunk csak ki. És hát sajnálhatod, hogy te nem láttad. Igen, én erre nem fizettem be, mert nem. És hát igen, úgyhogy inkább te mesélj róla, hogy milyen volt ez a meccs. Ahhoz képest, hogy elképesztő mennyiségű lövést kapott a Rajna, tehát 51 lövés ment az újpesti kapura,
az Újpest 32 próbálkozással fejezte be a meccset. Ez egy rendkívül élvezetes mérkőzés volt. Ez tényleg egy olyan meccs volt, ami hát élményszámból megy akár a semleges nézőnek is szerintem, mert iszonyat nagy küzdés volt, végig rendkívül szoros volt a mérkőzés, az Újpest hősiesen védekezett, iszonyat önfeláldozó játékkal rukkoltunk elő, és tényleg jól működött a védelem is nagyon sokszor, és ha nem sikerült esetleg tökéletesen blokkolni valakit, vagy akármi, akkor a Rajna az élete formáját mutatta. Tehát itt ez 100%-ban a tavalyi Rajna volt a legjobb meccsein. Tehát itt tényleg 50 lövést fogott, tehát ezt el kell képzelni. És az egy gól, amit kapott, az is olyan volt, hogy előtte álltak, és pont kinézett, hogy most mi a fene van, és pont akkor ment be a jól célzott lövés, amit természetesen az ex-játékosunk a Bodó lőtt be, ahogy szokta. De tényleg iszonyat taktikusan, fegyelmezetten, okosan játszottunk, pont úgy, ahogy kell, egy olyan csapat ellen, ami kvalitásban egyértelműen előttünk van, de ez lehet az a kulcs, az ilyenfajta fegyelmezett játék lehet az a kulcs, ami sikeres lehet a Volán elleni kupameccsen. Erre kell építeni valami, minden, ami ezen a meccsen működött, ezt kell ott újra felhasználni, és akkor van esélyünk, mert tényleg azt mondtuk, hogy oké, érted, Gyergyó egy nehéz pálya, nem mi vagyunk a favoritok, és kontrákkal igyekszünk meglepni őket, és működött ez a taktika abszolút. Tehát az, hogy nem találtunk be végül, az egy kisebb csoda, mert a Rinne is jól védett a Gyergyónál, Pettyünk is volt, mert tényleg jó helyzeteket is kialakítottunk, úgyhogy ez sem, én azt is tudnám mondani, hogy az idegenbeli meccseink közül a legjobbak, vagy legjobb, vagy a jobbak között volt. Nem tudok semmi rosszat mondani erre a mérkőzésre, azon kívül, hogy kikaptunk, de itt ezen az erdélyi turnén már, vagy mi mindig turnét mondok, túrán, azt mondanám, hogy tényleg itt már arra kell felkészülni, hogy milyen lesz a kvalifikáció, és nem tudom, az eredmény már annyira nem fontos szerintem, mert a Dunajváros már nem igazán fog minket utolérni, főleg, hogy ők is olyan formában játszanak, mint mi, pontilag legalábbis. Ebből a játékból abszolút lehet meríteni a playoff kvalifikációra, meg később talán a playoffra, ha odáig eljutunk. Hát meg az is jelentett valamit, hogy a Szilasi sem tudott, tehát ő is elismerően beszélt az Újpestről. Igen. A meccs utáni nyilatkozatban. Igen, hát nagyon. Tehát ha nem tudom én, valakinek van ideje rá, akkor elvileg visszanézhető ez a meccs az esteligatv.hu oldalon, az archívumban. Ne sajnálja rá az időt, mert tényleg nem egy olyan volt, hogy belövik a másodikat. Nem, mégsem. Olyan hűséges védekezés volt. Szerencse is néhol kétségtelen, de megdolgoztunk ezért a szerencsért, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó mérkőzés volt. Na és mi volt ezen a mérkőzésen szerinted? Mert hogy én találtam egy olyat, ami különleges volt, mert nagyon régóta nem történt meg a csapatunkkal. Hát azt tudnám mondani, hogy szerintem ennyiszer egy meccsen nem futottunk lesre, mint itt. Egy kritikát azért mondanom kell, és ez sajnos az egész erdélyi túrára jellemző volt, hogy embertelen mennyiségben lesre futott a csapat, vagy korizott a csapat, de ezen a mérkőzésen kifejezetten feltűnő volt, hogy tényleg akár egymást követő támadások terén, tehát itt még az összhang az nem volt az igazi, de
Mit mondhatsz? Nem volt kiállításunk, vagy mi, vagy de az Nem, volt. hanem sok idő, vagy hosszú idő után először nem ütöttünk gólt tétmeccsen. Ez egy nagyon hosszú sorozatunk volt. Legutoljára 2020 másodikó 16-án nem ütöttünk gólt. Meglepetésre akkor is a Gyergyó volt az ellenfelünk, ugyan itt Gyergyó-Szent Miklóson. Az egy Erste Liga alsóházi meccs volt a Gyergyó ellen, azzal nyerték meg az alsóházat tulajdonképpen azzal a győzelemmel, akkor 5-0-ra nyertek ellenünk, és azóta minden egyes tétmeccsen ütöttünk gólt, legalább egyet. Úgyhogy azért ez egy szép sorozat, még ha külön ezért nem is adnak pontot, de hát mindegy, ez most itt megszakadt a Gyergyó ellen. Én ugye csak a gólt láttam, de igen, az egy ilyen elég szerencsétlen gól volt, vagy hogy mondjam, persze jól lőtte el nagyon a Bodó, de a Rajna szempontjából mondom, hogy szerencsétlen, mert pont beállt elé a támadó, ő megpróbált kikukucskálni, és pont akkor kapta a rövidbe. Úgyhogy Bodó is jól csinálta, Rajnát nem tudom hibáztatni, és ha csak valaki megnézi itt az összefoglalót, akkor a végéről van bevágva kávé, nem tudom, 15 másodperc, akkor itt látni, hogy üres kapura a Kisdani bevetődve blokkolja a korongot. Igen, tehát még akkor is küzdöttünk ezerrel, azt hiszem, hogy vasat is lőttek ott, vagy az lehet, hogy egy későbbi meccsen, de igen, szóval küzdeni akarásból ez egy csillagos ötös volt ez a meccs. Úgyhogy szokták mondani, hogy így ki lehet kapni, erre maximálisan azt lehet mondani. Hát jó. De vajon lehet-e ezt mondani a Brassó elleni meccsünkre? Hát ezt már te is láttad, akkor erről te iratkozzál. Láttam, igen. Hát ugye egy nappal később mentünk a Brassó ellen, és hát azért Brassóba sem győzni járunk, mint ahogy az erdei túrán sehova. És igen, itt is a Rajna védett, de hát azért itt szerintem egyik kapus sem volt a helyzet magaslatán. Én úgy éreztem, hogy azért a Rajnában is volt némi bizonytalanság, meg a brassói kapusban is. Hát szerintem én annak mondanám, hogy annyit kivett a Gyergyós meccs, hogy itt már nem tudom, én kicsit mentálisan nem volt olyan állapotban. Így is védett bravúrokat, de rengeteg mindenki jött róla, tehát feltűnő mennyiségben. Igen, meg itt ugye utána kiderült a meccs utáni nyilatkozatban, hogy gyomorrontással, vagy mivel bajlódott az egész csapat. Azt hiszem, itt mondta a Virág Csaba. Úgyhogy hát ez biztos, hogy nem lehet könnyű, de ennek ellenére azért hát megpróbáltuk kihozni a maximumot. Németh Attila meglőtt a szokásos Németh Attilás gólt. Az első brassói gól azt szerintem egy igen pehes, nem tudom hol ment be, gól volt, középre passzolták, és valahogy vagy a Rajna lába között, vagy a lába mellett, de egy pont becsúszott. Nem tudom, az nagyon-nagyon pehes volt az egész. Aztán, hát nem tudom, a védelmünk annyira azért nem állt a helyzet magaslatán, én úgy éreztem. Szerintem nem segítettük megfelelően a Rajnát, bár, ahogy te is mondtad, tényleg feltűnően sok minden jött ki róla. Szóval igen. Aztán a második harmadban egy ilyen gyors gólzápor indult el, ahol gyorsan oda-vissza tulajdonképpen még kiörömködni se volt magunkat időnk, hogy egyenlítettünk, mert már meg is kaptuk a következő gólt. Ennek ellenére szerintem egy nagyon szépen kijátszott emberelőny volt. A Pereszunkó adta a Sörlinek a gólpaszt, és Sörli meg közvetlen közelről bepofozta. Sörlinek mennek az ilyen gólok? Tehát, hogyha ő megkapja a kapu előtt, akkor ő tök jól mindig beemeli azokat. Bár nem tudom, én 6-7 gólt biztos lőtt így. Ja, mondjuk, igen,
Igen, tehát pont ez a gól, csak ott kellett lenni, de igen. Meg a Sörlinek mostanában, ezt már múltkori adásban is kiemeltük, hogy tök jól megy, és az tök jó látni, hogy most, amikor nincsen a Just, vagy vannak még hiányzóink, Hentonen például, akkor tök jól. Szerintem előre tudott lépni a Sörli, vagy ilyen, én nem tudom, ilyen vezér alakként tudok most rátekinteni. Igen, a kis Patrikkal nagyon jól megértik egymást. Tehát ez az egyetlen olyan duó szerintem, ahol én ezt a kémiát így kimagaslóan érzem. Hát több ilyen kéne, de igen, a Shirley-nek az kifejezetten jól megy. Az nem csak az ilyen fajta gól, hanem a meccsek is jól sikerülnek többnyire, kimagaslik sokszor a csatáraink közül. Igen, igen. Amit még én kiemelnék, az a Phil-nek a gólja, ami a harmadik gólunk volt, az egy nagyon szép kontratámadás volt, és a végén a Phil úgy lőtt el, ahogy ezt kell, fel a pipába. Igen. Úgyhogy az tulajdonképpen védhetetlen volt. Azt nagyon szépen lejátszottuk, illetve hát a brassói negyedik gól az legalább annyira pekhes volt szerintem, mint az első, mert így volt egy lövés és a csatárról, de nem szándékosan ért bele, én úgy láttam, hanem csak így bepattant róla, és az is így valahogy bevánszorgott a kapuba. Nagyon. Tulajdonképpen ennek mondjuk pont az ellenkezője volt az ötödik góljuk, ami meg ahol még nagyon egyedül hagytuk a brassói támadót, itt egyenlő létszámban eléggé elvédekeztük magunkat. Kapu előtt, Rajna előtt átvehette, még szerintem kérhetett volna egy kávét, mielőtt bárki odaért igen, volna. Elég Rajnán látszott, hogy bajban van, tehát, hogy nem jön senki felszabadítani, és ha ott nagyon elkezd másképp helyezkedni, akkor ugyanúgy üresen marad egy rész. Nem, hát ott igen, nem. Kiszolgáltatott volt ott szerintem, hát ott. De itt a Simon Petinek még volt erre egy válasza, ami egy szerintem egy tök szép helyzetfelismerés volt, hogy ott el tudta lőni a hosszúba. Igen. Szerintem az egy szép gól nagyon, volt, úgyhogy, az egy... úgyhogy az, annak még örülhettünk. Hát aztán egyenlíteni már nem sikerült, de... Igen, de itt is küzdöttek. Így utólag, ahogy mondtad, a gyomorrontást én akár el is tudom fogadni, mert látszott, hogy testileg valahogy nem tudjuk azt nyújtani, mint egy nappal azelőtt. Úgyhogy elképzelhető. A szerdai meccsre van, aki ki is esett, úgyhogy lehet, hogy akkor ez van ott. A német Attila lesérült ezen a meccsen, ugye ő kapott egy ilyen ütést, vagy mit, mint hogyha azon a meccsen még visszajött volna, de a szeredaira már nem. Igen, arra nem akartak kiállítást fújni először, nem az volt, vagy az a nemes volt. Volt egy valami ott a semleges harmadban. Igen, nem tudom már. De... Ja, a tipikus brassói meccsekhez képest amúgy ez nem volt rossz. Eredményileg, meg tényleg meccsben voltunk azért többnyire, de azért itt el lehet mondani, hogy a jobb csapat nyert végül is. Igen. Viszont hát megint csak ki kell emelni a kapura lövések számát, ami hát egészen döbbenetes. 49 a brassónak, és 19 az Újpestnek. 19 egész meccsen. Én nem tudom, volt-e már ilyen, hogy ilyen keveset lőttünk volna? Én nem tudom, és hogy ebből 4 gólt. Hát ez, igen. Hát hatékonynak hatékonyak voltunk. Valóban. Igen. De az, hogy itt a Gyergyós meg a Brassó elleni meccsen kap összesen 100 lövést a Rajna, hát, és abból csak 6 gól, tehát ez, tehát, hogy ha ennyi lövést engedünk az ellenfélnek, akkor ne csodálkozzunk, hogy ilyen végeredmények vannak. Hát igen. Jó, hát mindegy, itt nem sikerült pontot szerezni. Hát de... nagyon durva légiós kontingenst szerzett be a Brassó, úgy szép apránként. Tehát, hogyha megnézzük a gól lövőit, akkor
Hát azok lőtték. Hát igen. Igen, hát de ugyanez az erősítés elmondható majd itt a Csíkszeredáról is, Ó, mert igen. ők is leigazoltak Hát egy egy csapatot. valag. Igen. Igen, úgyhogy nem tudom, vagy nem tudom, a Brassóhoz van még neked valami? Nem. Hát a Radim Valhást azt hallgattuk megint eleget, meg a Ja, igen, meg blokkádá, ez az új kedvenc szava a kommentátornak. Korábbi években nem tűnt fel, hogy ennyiszer mondta volna, de ja. Igen, meg olyan szóltak neki, hogy a Kovács Attila már visszavonult, mert a Kovács Alexet Konstans Kovács Attilának hívta. Ja. Hát, de... hát erről a szeredai kommentátor is majd mesélhet, vagy pontosabban én mesélek, hogy ő mit mesélt, mert egészen hajmeresztő volt helyenként. Úgyhogy szerintem át is mehetünk. Jó. A Csíkszereda Újpest mérkőzésre, amit te szintén nem láttál, és... Hát azt megbántam egy kicsit, de... Igen. Bár biztos vagyok, hogy sok ideig nagyon örültél, hogy nem fizettél be. Igen, aztán nagyon sajnáltam, és most egy kicsit kevésbé sajnálom, hogy ez lett a vége, de tehát, még így is egy érzelmi hullámvasút volt, hogy nem láttam. Igen. Jó, hát a Csíkszereda ellen zártuk a alapszakasz utolsó erdélyi túráját, és megfogyatkoztunk, még az előző meccshez képest is. 5 védővel álltunk ki. Kiesett a német, a tornyai, meg a nemes, ugye? Azt hiszem ők. Igen. Pluszban. Szuper jó előjelek, és aztán hát ahogy elkezdődött a meccs, itt látszott, hogy a Csíkszereda hallod, mintha 5 perc alatt el akarta volna dönteni a mérkőzést, úgy nyomott, ami, hát most hogy díszítsem ki, nem lehet ezt kidíszíteni, tehát 12 perc után 4-0-ra vezettek. És úgy, hogy te figyelj, ez lehetett volna akár 6-7 is. Tehát pont úgy játszottak, ahogy mi mindig elképzeljük, hogyha oda megyünk a tök utolsó Fehérvárhoz, akkor mi így állunk hozzá a kezdéshez, és korán el akarjuk dönteni. Na, a Szereda pont ilyen felfogásban indult, iszonyat passzívak voltunk, nem túlzok, itt volt, hogy vagy 2 percig nem tudtunk kijönni a kék vonalon túlra saját harmadunkból. Tehát mindenhonnan lőttek, elképesztő volt az egész, és tényleg hát úgy nagyjából, nem tudom én, azt hiszem a 4. percben találtak be először, aztán úgy 2-3 percenként jött a következő találat, és hát itt elkezdtem filózni, hogy meddig nézzem én ezt. Ennél azért tényleg van jobb dolgom egy vasárnap este, és hiába nagy újpest szurkoló vagyok, meg minden, meg igyekszem az újpesti gólokat lerippelni, és kirakni a egyébként nagyszerű Twitter fiókunkra, az Utahoki Podcast Twitter fiókjára, ami nem kis feladat mindig, mert nem lehet visszatekerni, tehát iszonyúan gyorsan kell reagálnom, és helyenként a gépemér is gyorsabban nyomom meg a rögzítés gombot, és hát néha így beleszaggatott, de mindegy, próbálkozom. De hát úgy tényleg 4-0-ra áll 12 perc után, rossz volt nézni. Nagyon rossz volt nézni, és aztán jött én nem tudom, tehát mint hogyha reszetelték volna a csapatot, és a hát ugye a 15. perctől kb. Mi voltunk a jobb csapat. 4-0 után kezdtünk el nyomni. Akkor itt is adtunk egy kis előnyt az ellenfélnek. Igen, de nyilván hozzá kell tenni, hogy egy 4-0 az egy olyan előny, ahol szerintem a csapatoknak a, nem tudom én, döntő többsége elkezd aztán elkényelmesedni, hogy na, oké, megvan ez, most már nem kell annyira hajtanom, majd ha baj lesz, akkor max újra megnyomom.
Ez is nyilván benne volt, hogy a szereda talán kicsit visszavett, de mi is határozottan jobb felfogásban kezdtünk el játszani, és kifejezetten jót tett szerintem a meccsnek, hogy a Rajnát lecseréltük, mert azt hiszem a 12. perctől a Monostori állt be, és ez egy, nyilván ez is egy faktor volt, hogy miért játszottunk kicsit másképp, hogy nem tudom én, ez kicsit felrázta a társaságot, de jobban is védett a Monostori, kevesebb minden jött ki róla, de azt hiszem a Rajna valami 55%-kal ment le, ami hát kapusnak egy rémálom szerintem, de tényleg nehéz helyzetbe is került, nem is mondanám azt, hogy a gólokban mind benne volt, vagy akármi, de tényleg vannak azok a pillanatok egyszerűen, amikor egy ilyen lépés egy tök jó impulzust hozhat egy csapatnak, úgyhogy örülök, hogy a Virág Csaba meglépte ezt. Az időt is kivette 3-0 után, az még nem igazán hozott eredményt, de tényleg akármennyire szürreális, az első harmad végétől mi voltunk egészen a végéig szerintem a jobb csapat. Hát ezt jó hallani, meg a gólok sem voltak csúnyák, amiket lőttünk, meg azt is jó hallani, hogy a Monastori ilyen jó váltás tudott lenni, tehát hogy így be tudott szállni a meccsbe. Igen, abszolút egy hát most nézem, 4 meccse volt már ebben a szezonban. Emlékszem, hogy amikor a szezon beharangozó volt, akkor ugye abból indultunk ki, hogy megint a Rajna védi végig a szezont, és néha-néha a Sági kap meccseket, és hogy a Monostori az inkább csak a nézőtérről nézi majd. Ehhez képest messze többet védett, mint gondoltam, de egy kifejezetten jó benyomást keltő teljesítménnyel rukkol elő többnyire, úgyhogy ez kifejezetten örülök, hogy nem csak egy kapus stratégia van idén. Ebben mondjuk egy nagy adag kényszer is van, igen. De örülök, hogy legalább kapus poszton a fiatalok azok helytállnak. Igen, hát én ugye itt is csak az összefoglalót láttam, de amit abból ki kell emelni, az szerintem itt a Banknek a gólja, amit háttal állva a lába között kotort be. Igen. Azzal lett 5-5, meg amilyen momentumot én még itt kiemelnék, ami a 6. gólunk volt, amivel már vezettünk ugye 0-4-ről a harmadik harmadban 5 perccel a vége előtt. A Kisdaninak a támadó harmad jobb széléről ott volt egy lövése, ami akár az is bemehetett volna, de én emlékszem egy ugyanilyen lövésére, ami végül beakadt, az azt hiszem tavaly volt, amikor 2-1-re nyertünk itt Szeredában, és ezt végül a kis Patrik kotorta be, és pont jól közelít így a gól után a kamera ott a kis Patrikra, hogy azt a, én nem tudom, azt az örömöt, meg azt az ilyen gátszakadást, nem tudom, ami az arcán látszik, hogy mintha ő se hitte volna, hogy ezt 4-0-ról meg lehet fordítani, és én nem is igazából a pontok miatt bánom ezt, hogy nem sikerül végül ez a fordítás. Meg persze így is tök nagy dolog, hogy a bajnok csapat ellen vissza tudtunk jönni 0-4-ről, hanem inkább így a mentális akármi miatt, mert csak gondolj bele, hogy ez mekkora erőt adhatott volna egy ilyen, hát ahogy mondjam, a tabella vége felé lévő csapatnak, mint amilyen most mi vagyunk, hogy 0-4-ről megverjük a bajnokot. Úgyhogy én itt inkább ilyen mentális dolgok miatt örültem volna jobban a győzelemnek, persze a pontok is jól jöttek volna, de hát mindegy, azért ennek ellenére így is egy hőstet volt. Nagyon. Hát a kis Patrik gólja, a 6-5, az is olyan volt, hogy rohadtul megküzdött ott, hogy akár harmadik próbálkozásra is, de bepofozza azt a rohadt korongot, és bement, és tényleg az öröm, az mindent elmondott. Aztán hát gyakorlatilag ahol azt éreztem, hogy
Úristen, hát ez a meccs, ez tényleg meg lehet, tehát ez már, már készítettem elő a Miracle on Ice képeket, hogy valahogy a Twitter fiókra berakom, de inkább azért megvártam a végét, mert a 58. perc környékén emberelőnyt kaptunk. És ez azért egy óriási Jolly Joker, de aztán fél perccel azután, hogy megkaptuk az ember előnyt, a kis Dani kiállította magát, ami hát sokba került. Ez felesleges volt, vagy? Hát hozzá kell tenni, hogy azt képest, hogy mi voltunk ember előnyben, inkább a Szereda rakott fel mindent egy lapra, és támadott ki, és egy ilyen kiugrásnál hát nem tudom megmondani, hogy most indokolt, vagy jogos kiállítás volt-e, vagy nem. Én annyira nem láttam annak, de ha most nagyon objektív akarok lenni, akkor szerintem azért meg lehetett adni, de ja, minden esetre akkor egyenlő létszám volt egy ideig, és akkor a Szereda lehozta a kapust, és egy ilyen távoli korong valahogy utat talált a Monostori mellett. Aztán a 61. percben a 3-3-as hosszabbításnál ott egy ilyen szép egyéni akcióval aztán beemelte a Monostori felett, de nem, tehát oké, kikaptunk hosszabbításban, de tényleg itt a sírból jöttünk vissza, még nem is a sírból, a föld kéreg belsejéből, vagy én nem tudom, minek mondjam, de ez, tehát ami itt zajlott a legkésőbb a második harmadtól, mert ott kezdtünk el igazán feljebb kapcsolni, erre lehet építeni. Tehát itt az eredményre annyira nem, de az ilyenfajta mentalitásból, ami akár az egész erdélyi túrán azért volt, tehát ilyen piszok szar meccsünk nem volt szerintem egyik meccsen sem. Tehát a korábbiakhoz képest, a debreceni Dunajvároshoz képest azért játékban feljebb léptünk. De igen, hát azért ott van az a tényező is, hogy miért kell megint egy 4-0-as hátrányból feléledni, és ezt már nem először éltük meg a szezonban, ugye? De megéltük azt is, amikor mi vezettünk 3-mal, és aztán omlottunk össze, tehát most már ismerjük mindkét oldalát ennek. Igen. Hát igen, itt elmondásod alapján, mert ugye a két legjobb meccset itt Erdélyben én nem láttam, de akkor erre van mit építeni. Csak hát jó lenne, hogyha itt a sérülteink is vissza tudnának térni, és nagyobb vagy mélyebb kerettel tudnánk itt a hátra lévő meccsekre menni, amiket szerintem nyugodt szívvel felhasználhatunk felkészülés gyanánt, hiszen még 4 meccsünk lesz. Héten fogadjuk a DVTK-t és a Csíkszeredet Újpesten, ugye utána jön majd a Magyar Kupa, és az azt a héten pedig megyünk a Deachoz, illetve a Mathoz, na, Káposztásmegyerre. Tehát ez a 4 meccs, ez szerintem inkább a felkészülést kéne, hogy szolgálja a playoff kvalifikációra, ami pontszámilag számunkra elkerülhetetlen. Az, hogy most, hát igazából a DAB még beérhet minket, de... Hát szerintem egyet nyerünk ezek közül, ami azért reális. Talán akkor azért meg kell, hogy legyen, mert akkor a Dunajvárosnak valami hihetetlen nem tudom, fellángolásnak kéne jönnie, hogy még utolérje minket, de hát igen, hát 32 meccs, 32 pont. Azért ez gyászos. Hát, hogyha nagyon akarja, még a Feha is megelőzhet minket, de tök mindegy, igazából a playoff kvalifikáció elkerülhetetlen nekünk, ami akár a DAB-ban játszunk, akár a Fehával, szerintem de kettő ellen azért elég húzós lesz. Ugye, amit tudunk egyelőre erről a kvalifikációról, egy 3 nyert meccsig megy, és ez február 6-án kezdődik elméletileg.
Pontos menetrendet ugye még nem tudunk róla, de az biztos, hogy ott február 6-a és tehát 18-án utána már a negyed döntők kezdődnek, tehát ez egy ilyen bő egy max. Másfél hét alatt le kell, hogy menjen ez a három nyert meccsig tartó párharc. Hogyha sikerül a jelenlegi pozíciónkat megtartani, akkor a hazai pályán kezdjük, tehát nálunk lesz a pálya előny, de hát azért ez elég nehéz lesz abból a szempontból, hogy itt nagyon könnyen, nagyon rossz vége lehet ennek a szezonnak. Igen. És azért, hogyha itt bekerülünk a rájátszásba, akkor gyakorlatilag a mi csapatunk lesz a papíron leggyengébb. Tehát akár egy Gyergyó, vagy egy Mac, egy Brassó, csak hogy most az első hármat mondjam, ugye megint ilyen választásos dolog lesz, hogyha jól tudom. Hát, azért... Hát szerintem a Gyergyó nem fog minket választani. Hát tekintve, hogy győztünk már ellenük, igen. De a Mac az meg örömmel. Mac meg simán lehet. Ja. Tehát én azért itt nem tudom. Én azt gondolom, hogy mindenki az év elején megfogalmazott elvárásokat, ugye ezen már, erről már beszélgettünk több adással ezelőtt, én azt gondolom, hogy kerüljünk be a rájátszásba, mármint a legjobb 8 csapat közé, és figyelembe véve az idei szezonunkat, lehet, hogy arra azt kell mondanunk, hogy ebben ennyi volt. De persze nem adjuk fel előre, csak... Hát de figyelj, most jön el az a... Most jön el az a szlogen, hogy ugye a rájátszás egy teljesen más tészta, és tavaly tudtuk, hogy milyen ez a másik oldalról, hogy volt egy bődületesen jó alapszakaszunk, és egy kifejezetten rossz rájátszásunk, és hát idén, érted, most mi más van, mint hogy pont abba bízzunk, hogy egy szar alapszakasz után egy playoffra valahogy magunkhoz térünk, mert láttuk azért ebben a csapatban, hogy a tudás az ott van, de egyszer nagyon ritkán tud kijönni. Igen, hát igen, igazad van, ebben bízhatunk. Én azért nagyon neccesnek tartom ezt, hogy ez csak is teljes kerettel sikerülhet, úgyhogy elkerülnek minket a sérülések, és nagy szerencsével. De az mindenképpen bíztató, hogy az első körben a 8 között legalább a Deac-szal nem találkozhatunk. Ha már valamiben bízni kell. Meglátjuk egyelőre. Szerintem ez a 4 meccs, gondolom, hogy erre a világcsapatok is már úgy tekintenek, hogy felkészülés a playoff kvalifikációra és a Magyar Kupa 4-es döntőre, amiről szerintem azért még beszéljünk egy pár szót. Én például kifejezetten tartok azért, tehát a Volán elleni meccstől. Nem tudom, te hogy vagy vele. Én nem tartok. De tudod, miért nem? Mert figyelj, messze nem vagyunk a favoritok, nem is kérheti senki számon, hogy mi legyünk a favoritok. Kikapunk nagy arányban, akkor kikapunk nagy arányban, akkor mi van? Tehát nem... Én ezt így nem parázom túl, hiszek a csodában. Még nem raktad el azokat a csoda jégen mémeket, remélem. Nem, de figyelj, a Deac is meg tudta őket verni 2-szer az utóbbi években. Nem, nekik is lehet rossz napjuk, nekünk. Azt tudjuk, hogy mi bármikor lehetünk szenzációsak és rettenetesek. Bízunk benne, hogy akkor most pont ilyen lesz a konstelláció. Nem. Lesz, ami lesz. Én nem akarok semmit túlparázni. Ha meg kikapunk, akkor mindig ott van a bronz meccs, és ott már talán egy fokkal jobb ellenfelet kapunk, de... Érted? Már ez meglepetés, hogy bejutottunk egyáltalán, úgyhogy én nyugodt vagyok. Hát igen, itt én inkább itt is a mentális részét. Tehát, hogyha egy nagyon lányú vereséget szenvedünk, akkor szerintem azért az nem segít azon, hogy tökösebben álljunk bele a rájátszásba, de hát meglátjuk minden esetre.
De ez mondjuk Most. meglep, hogy február 6-tal kezdődik ez a mini playoff. Igen, 5. az utolsó meccs, és elvileg hát 6-ától nem tudom, tehát hogy van, akinek 5-én már nincsen meccse a Erste Ez Ligában. biztos? Mert nem az volt, hogy amiatt, hogy januárba véget érjen az alapszakasz? Mert tudod, volt ez, hogy átvariálták a menetrendet. Az úgy volt, hogy ott február 18-án is lett volna még egy forduló. Mert ott lesz egy hét válogatott szünet, az a 6-ától mit tudom én meddig, és azt hozta, tehát Ja, az addig alatt lesz a kvalifikálni. válogatott szünet alatt lesz a kvalifikáció, igen. Ezt abban a cikkben olvastam, amelyiknél ez az átvariálás volt. Hát ott írták, ott leírták, hogy mikor kezdődik az elődöntő, meg a döntő is, de hát arról még ne is beszéljünk. És majd ott behívják a Rajnát, meg ilyenek, nélkülük kvalifikálunk. Jó, hát ne szaladjunk az ennyire előre, de jó. Én a szerdai meccsről visszatérve még azt emelném ki, hogy a Maxim egyébként majdnem megszerezte az első gólját. Tehát tényleg egy milliméteren múlott talán, hogy ne menjen be a két lába között a kapusnak, mert egy nagyon szép korongot kapott, aki kapu mögül, és akkor egyből rávágta, és pont úgy láttam, hogy mintha útban lenne már az Adorján lába között, de valahogy még pont összezárta és elkapta. Úgyhogy itt megjósoltuk, hogy ő még lő gólt, és úgy érzem, hogy most már tényleg lassan érik a dolog, meg a kommentátor gyerekek, tehát én már örültem, hogy nem a köhögős bácsi volt, már azt hittem, hogy na hát ez egy felüdülés lesz, de következetesen hallod, rosszul mondta az embereket, tehát a három kis az egy megfejtetetlen problémát jelentett neki, hogy miért van ennyi kis. Folyamatosan rossz embereket mondott, a kis Phil az a kis Dani lett, és fordítva a Rajnát meccsben látta a második harmad végéig majdnem, amikor már nem tudom mióta ott ült a padon, és tele volt ilyennel, és csak így nézte, mondom, ember, tehát itt mi a fene van? Tehát van egy listád a számokkal, akkor nézed már. Jó, hát lehet, hogy a Brassóit kapta meg a Kovács Attilával, aztán igen. Már tudta, hogy nincsen, úgyhogy csak jó. Nem itt neki. Meg a Bece haverunk megint produkált egy pár dolgot, tehát itt emlékszem, hogy itt ilyen már volt, talán a tavalyi szezonban, vagy azelőtt, hogy ki hisztizett egy kiállítást. Azt hiszem, mint a tavaly lett volna, hogy ami videózás volt, vagy nem tudom én, hogy nem videóztak a bírók, aztán oda ment, aztán mégis videóztak, de nem lett feláldozva a challenge, vagy én nem tudom, valami ilyesmi rémlik, de most is valami az volt, rémlik nekem is. Hogy volt valami, ami nem tudom, újpesti megmozdulás. Ja, azt hiszem pont a kis Dani kiemelte a korongot, vagy valami ilyesmi volt, és a bírók nem fújtak semmit, már mentek volna a bulihoz, és aztán a Bece ott megjelent. 4-0-ás állásnál az első harmadban, amikor már, érted, torony magasan ők voltak az esélyesek, hogy már eldőlt a mérkőzés, még neki áll, érted, egy ilyennek, hogy itt presszionálni a bírókat, hogy hát ez mi volt, meg stb. És ahol megadták a kiállítást, tehát ilyen pitiánességet, meg később a Filt is szájon vágta, tehát közelről, így bottal szemből, azért se járt semmi. Úgyhogy ez a csávó csinálhat akármit, az én szívemben már nem zárja be magát, de igen, szóval nem volt ez egy rossz meccs, igazából a 12. perctől addig rémálom volt, de ha ezt megnyerjük, akkor ez egy ilyen gyakran visszanézős mérkőzés lehetett volna.
Hát igen, és csak ahogy most itt nézegettem még a jegyzőkönyvet, azért a Perez-Szunkónak 4 pontja lett úgy, hogy egyik gólt sem ő lőtte, hanem csak a passzokat osztogatta. Tehát itt nem tudom, hogy te hogy látod, hogy hogy játszott. Hát a Perez-Szunkó egy érdekes helyzet, ezt már mondani is akartam, hogy amióta beteg volt, ő nagyon-nagyon halvány teljesítmény nyújt ahhoz képest, amit mi tőle láttunk. És ezen a meccsen, hát nem azt mondom, hogy olyan volt, mint régen, de legalább tényleg passzilag azért húzott látványosakat, de én nem tudom, mi a fene történt itt. Tehát itt nem tudom, hányszor mondtuk az előbbi hónapokban, hogy ő bármikor tud húzni egy olyan váratlant, ami felrázza a társaságot, vagy visszahozza a csapatot. Nem egy ilyen példát is láttunk, ugye. Én nem tudom, mi a fene történt. Tehát én nem emlékszem, hogy az első hónapokban egyrészt ilyen önző lett volna. Tehát itt nem bír megvárni a korongtól. Kicsit olyan, mint amit a Ropret csinált már az utolsó szezonjában, hogy inkább háromszor körbe korcsolyázza a támadó harmadot, mint hogy valakinek leadja. Nála is ezt érzem sokszor. Igen, vagy a Vorobjov is ezt csinálta, csak ő kicsit kevesebb, vagy alacsonyabb sikerrátával, mint a Ropret. Hát meg a Vorobjov az legalább húzott cseleket. Na ez a másik egyébként, hogy cselezni, én nem tudom, tehát így a cseleinknek a nagy része az nagyon besül, tehát ez nem megy idén, azt nagyon lefülelik. De igen, a Perez-Szunkó az, én nem tudom, tehát így nagyon rosszul veszi át a korongokat sokszor, tehát olyan magabiztos volt ebben, meg rossz passzokat ad, nem tudom, valami ott elromlott. Pont az inverse a Shirley-nek, nem? Tehát amíg a Perez-Szunkó az elején volt ilyen húzó emberünk, addigra most ő, én is ezt érzem meg, tehát amikor itthonról néztem a Deac elleni tévés meccset, akkor ott is azt mondták a kommentátorok, hogy hát a Perez-Szunkó ilyen látványosan rossz döntéseket hoz, hogy passzol, amikor nem kéne, és inkább lőni kéne, és fordítva. Igen. Tehát, hogy, és mi is ugyanezt láttuk már meccsek óta, most az, hogy itt adott 4 gólpasszt, azért az biztató, de egyrészt nagyon fura ilyen betegségei voltak, tehát ezzel kapcsolatban nem tudunk semmit, de hogy így egy meccset játszott, 2-t nem, aztán megint 2-t, igen, utána megint nem, hát egy ilyen nem tudom, hogy mi volt a baja, vagy mi történt, de míg a Shirley mostanában így egy kicsit kivirágzott, addig a Perez-Szunkó meg nem tudom, egy kicsit ilyen öncélúvá vált a játéka, és pontatlanabb is lett, és igen, mondjuk az biztos, hogy nem használ neki, hogy általában vagy minden alkalommal másik sorban van. Igen. Hát az biztos, hogy nem segít, de hát az ő játéka is kulcskérdés lesz, hogyha itt akarunk valamit a rájátszás kvalifikációban, vagy akárhol. Igen, abszolút. Mert ő egyértelműen egy olyan húzó emberünk volt, aki bármikor tud váratlan csinálni, és eldönteni egy meccset, vagy bármi ilyesmit. És tök jó, mert most már a Shirley-től is ezt érzem, hogy ő is ilyen ember, akiben bármikor benne lehet egy váratlan húzás. Uh-huh. Jó. Jó, hát tényleg reméljük, hogy bármi van a háttérben, akkor sikerül megoldania, mert tényleg Perez-Szunkó az egy kulcsjátékos támadó játékunkban. Igen. De jó, van még bármi más, amit mondanál? Szerintem nincsen. A következő meccseket még elmondom, hogy január 20-án este 6 órától játszunk otthon a DVTK ellen, 22-én pedig a Csíkszereda ellen, és utána pedig a Magyar Kupa Final Four következik, ami a Tüskecsarnokban lesz, ahogy azt a múltkori adásban elmondtuk, 19:45-től lesz az elődöntő a Volán ellen, csak online kaphatóak a jegyek, leírásban megtaláljátok a jegyinfókat, és ott reméljük, hogy vasárnap 19:45-től leszünk még érdekeltek, akkor lesz a döntő. Uh-huh. És szerintem utána jelentkezünk
majd valamikor adással. Ott igaz, hogy még lesz két meccs az alapszakaszból, de addigra már úgy is tudni fogjuk, hogy kivel játszunk, milyen lebonyolítás szerint. Hát, vagy max ilyen rövidebb adásokra jövünk igen. csak. Aztán azt, hogy itt a kvalifikáció alatt hogyan jelentkezünk, meg minden azt meg majd a Twitteren kommunikáljuk. Jó. Jó, nekem nincsen más, úgyhogy... Nekem sincs. Akkor egyezünk meg abban, hogy akkor kupa után jelentkezünk, vagy még előtte? Vagy... Kupa után győzelmi mámorban jelentkezünk majd. Úgy legyen. Ott a tüskénél még rögzítünk valamit. Vagy... Így van. Jó. Akkor nincs más hátra, mint hogy megköszönjük a figyelmeteket. Írjatok nekünk mindenféle szép hozzászólást, köszönünk bármi ilyet, ami érkezik. És hát főként, most ha itt lehet porciózni a szerencsét a csapatnak, akkor azt mondjuk, hogy a Miskolc meg a Szereda elleni meccsre nem küldünk szerencse energiát, de a kupa mérkőzésre annál többet. Úgyhogy nagyon drukkolunk, ott leszünk, és hát bízunk a csodában. Menjetek ki tényleg minél többen, ne legyen ciki az, hogy végre bejutunk egy ilyenbe, és akkor még el sem, vagy meg sem tudjuk tölteni a szektort. Úgyhogy tegyük meg a mi részünket, és akkor reméljük, hogy minden rendben lesz. Köszönjük a figyelmet, és akkor találkozunk majd a kupa után. Sziasztok! Sziasztok, hajrá, világ!